Csak a Diós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr. Köszöntöm Önöket, Martin Emil vagyok, Önök a DVTK magazinját hallják itt a Csillagpont Rádióban a 103 MHz-en, csak a Diós Győr címmel, és egy friss és ropogós, és nézzék el nekem, hogy még vágatlan anyaggal kezdjük ezt a mai 20 percet, ugyanis nem olyan régen, pár perccel ezelőtt mutatták be Fernándót a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapatának új vezetőedzőjét, úgyhogy kapcsoljuk is Diós Győrt, és a vezetőedzővel készült beszélgetést hallhatják most. Itt a Csillagpont Rádióban a 103 MHz-en, aki fordít, Sütő Szilárd, ő pedig szintén Fernándó stábjához fog tartozni. Következzék tehát most ez a riport, még egyszer vágatlanul a helyszínről. Now, first of all, was talk with my staff, because I think it's the most important, because they work with me and I want to show the line of the work. The second was came here to talk to you, and the third one will be talk to the player, because in my opinion, I told to my staff, the player are the most important thing in the club. Azzal kezdte, hogy ide utazott, nyilván utána leült a stábbal, fontos volt a stáb véleménye, és följött hozzátok, hogy elmondja és válaszoljon a kérdésekre, és most az fog következni, hogy beszélni fog a játékosokkal, hiszen a játékos a klubnak a legfontosabb eleme, úgy gondolja. We try because it's our task. We have, of course, I would like to have 3 weeks, but it's impossible. The calendar is what it is, and we have only 4 days. Gondolja, hogy nyilván 3 hét jobb lenne, de ez a feladata, és ezt kell megoldania. Jelenleg ennyi idő áll rendelkezésre, a naptárban benne van a meccs, úgyhogy le kell játszani, meg fog mindent tenni annak érdekében, hogy ez működjön. Of course, I already talked with the staff, but I would like, because I consider him like my colleague. At the end, all the information I can get is the best for us and the best for the club. Természetesen a stábban már beszélt, Tamással is szívesen beszélne, és lehet, hogy fognak is beszélni, úgy gondolja, hogy a kollégája, és minél több információt tud begyűjteni, az neki annál hasznosabb, annál jobban képbe van a helyzettel. My idea in football, always I love the dominant teams, of course the brave teams, who press forward, and always the most important for me is to try to get the victory, the 3 points. In that way we work. Mindig bátor előrejátékot szeretett, domináns csapatokat szeretett. Nyilván ezt szeretné látni a csapattól is, de nyilván most a legfontosabb az, hogy a győzelem. Óriási ünneplésben volt része akkor, amikor ugye a búcsúmeccsét játszott a Fernándói Diós Győrben. Akkor játékosként tényleg nagyon megbecsült játékos volt. Most viszont egy nehezebb terepre érkezik itt a Diós Győrbe, hiszen egy vezetőedzőnek ugye komoly feladata van, akár a játékosok, akár a szurkolók felé is, és most tényleg egy nehéz időszakban jött ide Diós Győrbe. Mit gondol, mennyi időre van ahhoz szükség, hogy rendbe jöjjönek itt a dolgok? Gondolom az idő is értesült azokról a szurkolói vagy játékosok közötti vitáról is, ami itt ugye jelen pillanatban fennáll a klubban. I think the greatness of football is that sometimes you are loved and other times you are hated, but in my opinion, if you are professional footballer, you have to just like that. So you have to keep on well. And of course, I would like to see the crowd shouting for enjoy, not for in the bad way. Úgy gondolja, hogy a futball nagyságában benne van ez, hogy egyszer fönt, egyszer lent. Természetesen egy profi játékosnak ez benne van a fizetésébe, úgyhogy ezt el kell viselni, de természetesen azért dolgozik, hogy azt hallja, hogy a szurkolók azért kiabálnak, mert élvezik, amit látnak. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr!
Vendégünk Fóri Sándor, a DVTK női labdarúgó csapatának a vezetőedzője, aki és akinek a csapata kupadöntőre készül. Ez már önmagában is én azt gondolom, hogy kimondani, ízlelgetni is nagyon jó dolog, hiszen ez a DVTK életében csak férfi szinten történhetett meg, legalábbis ami a labdarúgást illeti, de hát bármelyik szakosztályban is, ahogy említetted is meg a sajtótájékoztatón, valamelyik csapat is kupadöntőt játszik, az óriási esemény. Ez most a ti életetekben egy még nagyobb esemény, hiszen az élvonalban újoncként bekerülve a bajnoki négy közé, illetve a kupadöntőbe, én azt hiszem, hogy az álmok megvalósultak, de hát még lehet tovább álmodozni. Igen, most arról álmodunk, hogy ezt a kupadöntőt sikeresen megvívjuk, és trófeát hazahozzuk ide Miskolc. Ehhez a Ferencváros kell legyőzni, amely történelmi siker lenne sok szempontból is. A Ferencváros még nem sikerült legyőzni, kupát még nem sikerült elhódítani, és Magyarországon az első olyan csapat lenne, aki gyakorlatilag első éves újoncként el is hozná ezt a MK győzelmet. Mi kell ahhoz, hogy legyőzzétek a Ferencvárost, illetve mi a siker kulcsa? Megvan-e már ez a fejedben? Elsősorban tiszta fej kell hozzá, bátorság, és minden egyes lánynak a tudásának a maximumának a nyújtása. Ha ez így együttesen megvan, akkor van arra esélyünk, hogy a Ferencvárost megszorítsuk, és megnyerjük a magyar kupát, ami, mint már említetted, tényleg egy történelmi tett lenne. Tehát a lányok tudják, hogy most mire készülünk, hogy egy történelmi tettet hajtunk végre, és hazozzuk az aranyérmet, vagy ezüstérmesként egy szép emlék marad, és a lányok történelemkönyvbe, a DVTK történelemkönyvbe szeretnének bekerülni úgy, hogy akik a történelmi tettet végrehajtották. Ez számukra egy nagyon nagy motiváció, és én azt gondolom, hogy az egész csapat nagyon motivált lesz erre a mérkőzésre, eredménytől függetlenül mindent meg fognak tenni a pályán azért, hogy nyerjenek, ha kell csúszni, mászni is fognak. Mikor lefújja a bíró a mérkőzést, akkor biztos vagyok benne, hogy úgy jönnek le a pályáról, hogy teljesen kihajtották magukat, és hogy mindent megtettek a győzelemért, és ezt majd csütörtök este 10 óra környékén megtudjuk, hogy ez mire volt elég. Hagyj mondjak el egy háttérinformációt, amikor vége volt ugye a bajnoki mérkőzésnek itt Diósgyőrben, amikor a Ferencváros a 90. percben szerzett góllal végül is 2-1-re nyert, akkor mondtad, hogy egy kicsit később készítsük már a riportot, mert hogy fel kell menned a csapathoz. Mindenki lógatta az orrát, majd bementél az öltözőbe, és kiszivárgott néhány mondat, de igazából egy olyan lelkesítő beszédet tudtál akkor az öltözőben elmondani, ami után mindenki gyakorlatilag tapsolt, és én úgy éreztem kint is az öltöző folyosóján, hogy ismét az a tűz ég bennük, már a kupadöntőre, és nem is a győri mérkőzésre gondolva, amit a Ferencváros előtti hazai bajnoki előtt lehetett tapasztalni. Ez a tűz, ez tovább fokozódott? Igen, én azt gondolom, hogy még nagyobb bizonyítási vágy van bennük. Remélem, hogy ez nem fogja őket görcsösíteni. Mindig mondom nekik, hogy ez egy ugyanolyan mérkőzés, mint a többi. Annyi, hogy egy kicsit nagyobb lesz a körítés, remélhetőleg több szurkoló lesz. Nagyon bízom abban, hogy nagyon sok diósgyőri szurkoló látogat ki, és hogy ezt a mérkőzést sikeresen tudjuk majd hozni. Szakmailag, hogy látott te belülről a Ferencvárost, mely rendszerrel, azzal meg lehet-e fogni, amelyet itt a bajnoki mérkőzésen láthattunk a Diósgyőr együttesétől, vagy most másban gondolkodsz? A Ferencváros az egy taktikai játékrendszert nagyon jól tud játszani. Mindig egy kicsit finomítják, mindig próbálják egy kicsit jobbá tenni. Viszont az nem nagyon tetszik nekik, amikor így rájuk megyünk, és a labdát nem nagyon tudják kihozni, és ívelgetniük kell, mert ugyanis ez nem az ő játékuk. Még van két napom eldönteni, hogy mi lenne ellenük az a taktika, amivel esetleg meg tudnánk őket verni, majd meglátjuk. Ez majd szerintem csütörtökön kiderül, hogy épp melyik taktikával lépünk pályára, hogy vagy letámadjuk őket, vagy visszállunk a főpályához. Ez majd eldől, még egy kicsit elemzem őket a stábbal, és akkor meglátjuk, hogy szerintünk ez melyik a jó. Nagyon remélem, hogy egy szoros mérkőzést fogunk velük játszani, és nagyon remélem azt, hogy meg fogjuk őket verni. A lányoknak az önbizalma az megvan. Az utolsó két bajnoki mérkőzésen két szoros meccset játszottunk ellenük, tehát nem volt az, hogy agyonvertek minket. Így megvan mindenkiben az a bizonyítási vágy és az a céltudat, hogy ezt a mérkőzést ezt mi is meg tudjuk nyerni egy kis nagyobb odafigyeléssel. Ezen a bajnoki mérkőzésen is voltak olyan lehetőségeink, momentumink, hogyha egy kicsit jobban figyelünk a szituációkra, akkor akár az első fél időben egy-két góllal vezethettünk volna ellenük. Ezeket a pozitív dolgokat próbálom a lányokba beléjük szugerálni. Pozitív gondolkodással menjünk ki a pályára, és hogyha ez a pozitív gondolkodás meg lesz, és a szurkolók ott lesznek a lelátón, és tényleg buzítanak minket, még úgy is, hogy itt Miskolcon egy másik rendezvény, ami nem túl szerencsés időpontban lett szervezve, akkor azt gondolom van esélyünk nyerni. Hogyha kevesebb szurkolók kísérel minket, és nem lesz olyan hangulat, mondjuk, mint ami
ellen itt volt, akkor azt gondolom, úgyis megpróbáljuk megnyerni a kupadöntőt, de az nem olyan. De egy kupadöntőnek igenis legyen kupadöntő hangulata, amit a miskolci szurkolók nagyon-nagyon meg tudnak teremteni. Így hát nagyon-nagyon bízom abban, hogy együtt a szurkolókkal el tudjuk érni azt a történelmi sikert, és ennek a történelmi sikernek nagy részesei lesznek a szurkolók. És a kupadöntő után, ha nyerünk, ha vesztünk, együtt tudjuk azt ünnepelni, hogy első éves újoncként a Diósgyőri női labdarúgó csapat egy kupadöntőben tudott szerepelni. Tehát nagyon-nagyon várom a szurkolók biztatását. Ezek a lányok megérdemlik, tényleg szívüket, lelküket kiteszik a pályára, mindent elkövetnek a siker érdekében, mint azt az eredményünk is bizonyítják. Tehát nagyon-nagyon várom, még egyszer mondom, nagyon-nagyon várom én is, és várja a csapat is a szurkolókat. Ez elsősorban a csapatnak lenne nagyon nagy plusz töltet. Remélem, hogy több diósgyőri szurkoló lesz a stadionban, mint ferencvárosi, és remélem, hogy sokkal hangosabbak leszünk együtt, a stadion tőlünk fog zengeni, és ezt a nagy buzítást meg tudjuk hálálni a szurkolóinknak. Ez jó végszó lenne, de még a körítésről, illetve egy vállalásodról is szeretnélek kérdezni. Nekem egy picit ilyen libabőrös lettem, amikor mondtad, hogy elmentek egy nappal hamarabb, aznap még megnézitek a stadiont, hogy hol fogtok játszani, az öltözőbe befogtok, mert hogy hol fogtok öltözni, illetve abban az esetben, hogyha nyer a csapat, és így legyen, akkor bent az öltözőben hajnyírás lesz, ebbék hozzá kopaszra, szóval ezek már olyan körítések ennél a Magyar Kupánál, és itt a DVTK nagy családon belül is, ami igazán rangot ad ennek az egész csapatnak, kupának és ennek az egésznek. Igen, számunkra azért tényleg nagyon fontos, hogy egy nappal előbb el tudunk menni, itt ott tudunk lenni, ez hál' Istennek itt az Egyesület ezt tudja számunkra biztosítani. Meg tudjuk nézni a stadiont, amiben nem minden lány játszott eddig életében. Nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy hol fogunk költözni. Úgy menjünk oda, hogy nem az ismeretlenben megyünk, hanem már jártunk ott. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik pedig a vállalásom. Hát ezt még akkor tettem, amikor még sehol nem voltunk. Ugye sem a kupában, sem a bajnokság is elindult. Ha jól emlékszem, akkor tettem egy olyat, hogyha bármelyik sorozatot megnyerjük, vagy a kupát, vagy a bajnokságot, akkor a lányok leborotválhatják a hajamat. Tudom, hogyha nem lesz mondjuk hajam, akkor elég rosszul fogok festeni, meg kinézni. De hogyha tényleg sikerül ezt a Magyar Kupát megnyerni, akkor állok elébe, hogy egy rossz kinézetű edző álljon a többi bajnoki mérkőzésen a kispad mellett. Akkor értékelés már kopaszon. Bízom benne. Bízom abban, hogy értékelés kopaszon, és a szurkolókkal együtt ünnepelve. Csak a Diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr! Még pénteken egy nagyon kemény és a végletekig izgalmas találkozón hosszabbításban kapott ki az Aluinvent DVTK élvonalbeli női kosárlabda csapata a Cegléttől. Mint ismert, már a pontvadászat rájátszásában tartunk, és a két nyert meccsig tartó párharc tétje, hogy a győztes az 5. helyen végez, és a következő szezonban kiléphet a nemzetközi porondra. Nos, ebben a párharcban tehát miskolci győzelmével 1-0-ra vezet a Cegléd. Javításra azonban van esélye a DVTK-nak, ugyanis a párharc második meccse már is kedden lejátszásra kerül, igaz Cegléden, és lélektanilag most a vendéglátók vannak előnyben. A pénteki találkozóra pillantunk vissza Ambrus Erzsébet vezetőedzővel, és arról is beszélünk, hogy kedre miben is kell majd feljavulnia a DVTK játékosainak. Abszolút úgy gondolom, hogy egy nagyon jó meccset játszottunk, tehát hogyha most valaki semleges nézőnként nézte ezt a mérkőzést, akkor az jól szórakozott, én nem annyira, de tehát egy kiegyensúlyozott, amire számítottam. Sajnos ők jöttek ki a végén jobban, ez igaziból annyiból, hogy jobb százalékkal dobtak, mint mi. Tehát mind három pontos, mind mezőnyben jobb százalékkal dobtak. Hazai pályán ez úgy gondoltam, hogy nekünk a mi oldalunkra fog billenni, de végül is nincsenek szabályok, majd ott remélhetőleg mi fogunk jobban dobni. Tehát megvoltak a helyzeteink, sajnos azok nem mentek be, nekik meg bementek. Extra 1-2-3-as tudtak dobni, nekünk meg ugye nem ment be. Ennyin múlott. Tehát a lányok nagyon jól küzdöttek szerintem, tehát aki kilátogatott, az láthatta, tehát nem ismertek eladott labdát, vagy szabad labda, vagy tehát abszolút ilyen szempontból elégedett vagyok, és azt csinálták, amit megbeszéltünk. Van ilyen, hogy valaki jobb százalékkal dob, ezért kaptunk ki. Csak a Diósgyőr! Érthető módon Cicás László Cegléd szakvezetője és a játékosok is boldogabbak voltak pénteken Miskolcon, mint a diósgyűriek, miután hosszabbításban 83-77 arányban nyert a csapat. Most erre a találkozóra tekintünk vissza a vezetőedzővel, és már természetesen érintjük a keddi visszavágó esélyeit is.
Egy ilyen atmoszférájú csarnokban, egy ilyen közönség előtt nyerni idegenben, azt gondolom, hogy ez fantasztikus dolog. Mind a két csapat nagyon-nagyon motivált volt. Úgy gondolom, hogy ahogy mi küzdöttünk, és még egyszer mondom, hogy ilyen hangulatban nyerni tudtunk idegenben, úgy gondolom, hogy ezért rászolgáltunk a győzelemre. Nagyon hullámzó volt a játék, hol sikerült ellépnünk egy pár ponttal, hol visszajött az ellenfél. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az lett volna az igazságos, ha mind a két csapat győztese adja el a parkettát ma. Ez egyértelmű, hogy nem dőlt el a párharc. Pusztán annyi történt, hogy fél időben mi vezetünk, tehát ez a DVTK, ez fantasztikus játékosokból álló csapat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy eddig a DVTK volt az esélyesebb, de mondjuk ki, hogy most már mi vagyunk egy hajszállal, igaz, de talán esélyesebb. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Megújul, felfrissül a miskolcvárosi műjégpálya, sok egyesület közte természetesen a DVTK jegesmedvék otthona. A fejlesztésekről Egri István szakosztályelnököt, egyben a miskolcvárosi sportcsarnok és jégcsarnok első emberét kérdeztük. A lelátó bővítés, ami részben az exaligás indulásunknak az egyik feltétele is volt, hogy próbáljuk meg a csarnokot úgy fejleszteni, hogy ez a nagyobb nézőszám és az igényesebb bajnokság iránti követelményeket ki tudja elégíteni, és itt nem csak arra gondolok, hogy növelnünk kell a nézőszámot, vagy a lehetőségét annak, hogy többen jöjjenek be, hanem egy kicsit az infrastruktúrában is változhatnunk kell. Hála Istennek most már vannak olyan szponzoraink, támogatóink, olyan igények, olyan szurkolók, akik szeretnének igényesebb környezet a mérkőzéseket végignézni. Ezek miatt, a szempontok miatt is alakítjuk ki ezt a Skybox sort itt a lelátónak az északi oldalán. Tehát ez egy minőségi élményt jelent azoknak, akik ott tudnak majd mérkőzést nézni. Én látom a szlovák extraligás csarnokokban is, hogy erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hogy azok a támogatók, azok a vendégek, akik erre igényt tartanak, és természetesen ezt megfizetik, azoknak lehetőséget tudjunk erre biztosítani. A másik ugye a nézőszám növelése az átlagnézők szám. Ugye a déli oldalon, a Vigadó felüli oldalon elindul egy plusz férőhely kialakítás, de ezek már tények, mert ezeket még a 17-18-as Tao terhére pályáztuk be, úgyhogy ezt június 30-ig nekünk el kell végezni. Úgyhogy április 30-án az utolsó játéknap után, amikor a jégcsarnok még üzemel, utána nekünk nagyon-nagyon sürgősen el kell távolítani a jeget a csarnokból, és fel kell készülnünk arra, hogy május első hetében elinduljon ez a munka, mert ugye ennek, ahogy mondtam, június végéig el kéne készülni, Tao jogszabályok alapján, meg hát mindenképpen azért, hogy fel tudjunk készülni ennek a fogadására is, meg ennek a részünkre is az elkészítésére a szezon elejére. Úgyhogy ez a két oldali lelátó bővítés ez mindenféleképpen elindul. Én nagyon örömmel mondom azt, mert most már ott tartunk, hogy ez már nyilvános, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség tervezi, illetve már is döntötte, hogy abban a hét csarnokban, akik a magyar jégkorongnak a krémjét viszik, azokban a csarnokokban a Magyar Jégkorong Szövetség nagyon komoly fejlesztéseket fog végrehajtani. Ezek elsősorban informatikai, szurkolók igényét kielégítő látványelemek lennének, de ez egészen konkrétan a LED falakat, a hangosítást, a wifi rendszert, központi időmérő rendszert jelentik. Ez egy több mint egy milliárdos program, amit a Jégkorong Szövetség el akar indítani ezekben a csarnokokban, úgyhogy nagyon nagy örömmel vettem ezt, hogy nálunk is remélhetően őszig nagyon kevés az idő, az biztos, de én nagyon remélem, hogy ennek egy része már néhány eleme meg fog jelenni itt a miskolci jégcsarnokban. Ugye egyeztettem a várossal is, hogy természetesen a város ezt fogadókészen fogja ezt venni. Ezeknek az elemeknek a beépítését. Itt új LED falra lehet számolni, sokkal jobb, láthatóbb, nagyobb méretű LED falra vagy LED falakra kell számítani. A hangosítást, amire nagyon sok kritika elhangzott az elmúlt években jogosan, hogy nem igazán érthetőek a bemondott szövegek, ugye egy komoly hangosítási rendszer lesz kialakítva, és a wifi rendszerünket is arra a színvonalra kell emelnünk, ami ide bejövők számára, de elsősorban a szolgáltatók számára, a tévé közvetítéseké. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mérkőzést fognak innen közvetíteni a extraligás mérkőzéseinkből. Tehát ezeket a rendszereket kell egy kicsit megújítani, kicserélni, és ez nagyon sok 10 millió forintos beruházás, amit a Jégkorong Szövetség jó voltából mi élvezni fogunk. Úgyhogy nagyon várom ebből a szempontból is a jövőt. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr!
Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diós Győr műsorunkban továbbra is a Piros-Fehér Klub mindennapjairól hallhatnak érdekességeket, háttérbeszélgetéseket, híreket, információkat. Tehát Diós Győri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martini Emilt hallották, tartsanak legközelebb is velem, a viszont hallásra, hajrá Diós Győr! Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr!